Fidesz-KDNP frakciószövetség ülése után el tudjuk mondani azt, hogy a kampány, ahogy önök is érzékelik, folytatódik, sőt, itt-ott durvul is, de mi azok nyugalmával nézünk elébe, akik mögött teljesítmény van, és ezzel a nyugalommal viseljük az esélytelennek tűnők gyűlölködését, kemény kampányát. Mi viszont arra törekszünk, hogy Magyarország maradjon olyan, amilyen most, vagyis biztonságos ország, szembe egyes nyugat-európai nagyvárosokkal, ahol a beáramlás veszélyeivel néznek szembe. Hogy maradjon a társadalom egészséges, ahol az élő közösségekre építünk, ahol támogatjuk a családokat és a gyermeknevelést, és nem úgy, mint egyes nyugat-európai országokban, ahol a család közösségét az alternatív együttélések dicsőítésével próbálják gyengíteni. Maradjon Magyarország olyan, ahol mindenki dolgozhat, aki akar, ahol nőnek a bérek, ahol a nemzeti vagyon is növekszik, és olyan ország, ahol bizony jó élni, és ahol ez az életmód, amit ma Magyarországon az emberek élnek, folytatódhat. A KDNP részese annak a szövetségi rendszernek, amelyben a Fidesz a néppárt, a KDNP pedig egy világnézeti párt. Két fontos téma van számunkra, amit folytatni szeretnénk a következő ciklusban is. Egyrészt a családok támogatása, hiszen az itten eddigi támogatásokat szeretnénk megőrizni, sőt továbbfejleszteni, illetve a rászorulók támogatása, ezek közül kiemelném az adósságcsapdába került családokat, akiknek a megsegítésén továbbra is dolgozni fogunk. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtóképviselőit. A Fidesz és a KDNP frakciószövetségi ülése ezekben a percekben zárul. Az elmúlt másfél napban meghallgattuk Orbán Viktor miniszterelnöknek az aktuál politikai tájékoztatóját. Természetesen a frakcióvezetők, illetve Visegrád polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a frakciószövetség tagjait. Ma migráció ügyében Pintér Sándor belügyminiszter, a külügyminisztérium képviseletében Magyar Levente államtitkár adott tájékoztatást, és Rogán Antal miniszter úr pedig a választásokkal kapcsolatosan tartott tájékoztatót. Ez történt tehát eddig a frakciószövetségi ülésem. Az nagyon fontos, hogy sikerült egységes álláspontot kialakítani a frakciószövetségnek a legfontosabb kérdésekben. Ennek most a döntő hatásai a következő héten lesznek láthatóak, hiszen az országgyűlés a jövő héten hétfői és keddi napon, illetve lehet, hogy szerdai napon is ülésezni fog. A migrációval kapcsolatos helyzetet a frakció értékelte. Azt látjuk, hogy a helyzet komoly, és ahogy tegnap is említettem, a migrációval kapcsolatos európai és világviszonylatban folyó viták időzítése nincs tekintettel a magyar választási kampányra. Értékeltük az ENSZ migrációs csomagját, ahol 5 ponton is komoly veszélyeket azonosítottunk. Ezt az 5 pontot szeretném is önökkel ismertetni. Az ENSZ véleménye szerint a bevándorlás és annak elősegítése kedvezően járul hozzá a gazdasági növekedéshez és a jóléthez. Ez az első olyan alapállítás, amely 180 fokkal áll szemben a magyar kormány és a kormánypártok véleményével. Második pont, második veszély, amit beazonosítottunk, az ENSZ véleménye szerint biztonságos és szabályozott bevándorlási útvonalakat kellene létrehozni Európába. Ezt is úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek vitáiban elfoglalt kormányzati álláspont alapján teljesen ellentétes azzal, amit mi helyesnek tartunk. Harmadik pont, az ENSZ véleménye szerint minden országnak kötelessége segíteni a hozzájuk érkező bevándorlókat a letelepedésben és a munkavállalásban.
Negyedik pont, az ENSZ véleménye szerint meg kell szüntetni azokat a jogi és fizikai akadályokat, kerítéseket, amelyek gátolják a bevándorlók átkelését a határokon. És végül az ötödik pont, az ENSZ véleménye szerint az egyes országoknak szervezetté és folyamatossá kellene tenniük a gazdasági bevándorlás támogatását és migránsok befogadását, legálissá kellene tenniük a gazdasági bevándorlást. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki csak ezt az öt pontot elolvassa, akkor jól látja, hogy amit az ENSZ megfogalmazott, az gyakorlatilag antitézise annak, amit a kormány bevándorlás ügyben és a migráció ügyében képviselt, viszont a Soros György által valottakhoz nagy mértékben hasonlít. Éppen ezért tartjuk fontosnak azt a Stop Soros törvényjavaslatot, amit a kormány az országgyűlés elé benyújtott. A frakció egyhangulag döntött ennek a törvényjavaslatnak a támogatásáról. A törvényjavaslat vitája megkezdődik a jövő héten, vélhetően a keddi ülésnapon. Azt is látni kell, hogy ennek a jogszabálynak az elfogadása kétharmados törvény módosítását, a nemzetbiztonsági törvény módosítását is érinti, ezért a jelenlegi kormánypártoknak nincs ehhez többsége. Azt is látjuk, hogy nemzetközi szintéren is komoly támadások indultak már most a törvényjavaslat miatt az országgal szemben. Az Európa Tanács leköszönő, de még hivatalban lévő emberi jogi főbiztosának véleményét is ismerhetjük, illetve Mihály Róthnak, a német külügyminisztérium államminiszterének a mai nyilatkozatát is hallottuk, és úgy gondoljuk, hogy eleve súlyos ügyként kell azt kezelni, hogy egy másik állam vezető külügyi tisztségviselője egy el nem fogadott törvénnyel kapcsolatosan, egy az országgyűlés által még meg sem vitatott törvényjavaslattal kapcsolatosan már is állást foglal. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban nekünk legfontosabb partnerünk Németország, de hogy egy törvény tervezett parlamenti vitájába egy német külügyi államminiszter is beszálljon, arra még egyébként a jó partneri és baráti viszony sem jogosítja fel Németországot. Ebben a helyzetben azt is látni kell, hogy a szükséges többségünk a kétharmados részek módosításához nincs meg. A külpolitikai és nemzetközi nyomás jelentős, az ellenzéknek pedig a véleménye alapvetően bevándorlás támogató, a Jobbik pedig már mindent mondott és mindennek az ellenkezőjét is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor kétharmados többségre lett volna szükség az alkotmány módosítása kapcsán, akkor ők nem támogatták ennek elfogadását. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az a tisztességes, hogy a parlament megkezdi a törvényjavaslat vitáját, és ezt követően pedig a választókhoz fordulunk. A választások tétje, hogy milyen összetételű országgyűlés jön létre 2018 tavaszán, ezért a választásokat követően az országgyűlés dönteni fog erről a törvényjavaslatról. De azt látjuk, hogy a pillanatnyi politikai alkudozás, az ellenzéknek a bevándorlás támogató magatartása nem vezetne sehova. Nagy valószínűséggel nem tudnánk elfogadni a törvényjavaslatot, viszont az is biztos, hogy az a tisztességes és korrekt, hogyha a választási kampányban valamennyi politikai erő erről a törvényjavaslatról egyértelműen állást foglal, és ennek ismeretében tudnak a választópolgárok arról dönteni, hogy kiket támogatnak az országgyűlésbe való bejutásnál, és kiket nem. Az országgyűlés ezen kívül más témákkal is foglalkozni fog. A Lengyelország iránti szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni. Lengyelország az Európai Bizottsággal, az Európai Unióval áll vitában. Lengyelországgal szemben kezdeményezett 7. cikkely szerinti eljárást megalapozatlannak tartjuk, és éppen ezért a kormánypárti frakciók arról döntöttek, hogy egy olyan országgyűlési határozat elfogadását kezdeményezik, amely a kormány mozgásterét meghatározza ebben a kérdésben, és arra kötelezi a kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a Lengyelországgal szemben folyó 7. cikkely szerinti eljárással szemben, és mutasson szolidaritást a lengyelek iránt. Szintén fontosnak tartjuk, hogy az országgyűlés még a jövő héten fogadja el azt a szándékaink szerint, és itt a többi párt visszajelzését várjuk, 5 párti javaslatot, ami a vallásszabadságnak a tordai vallásbéke kapcsán állít emléket. Az unitárius egyház kezdeményezése volt ez a tordai megemlékezések során a jelenlévő, egyébként ismereteim szerint valamennyi frakció képviseletében jelenlévő országgyűlési képviselőkhöz, sőt európai parlamenti képviselőkhöz is.
egy a korábbi gyakorlatban már a Nagy Imre emlékét, az 1956-os forradalom jelentőségét, vagy éppen a millennium emlékét megörökítő törvényhez hasonló emléktörvényt szeretne az országgyűlés elfogadni. A házelnök azt kezdeményezte, hogy ha sikerül e tekintetben egyetértésre jutni, akkor ez öt párti előterjesztésként kerüljön az országgyűlés elé. Ebben az esetben a házszabálytól eltérésnek sincs akadálya, és így az országgyűlés tud dönteni a jövő heti ülésén erről az emléktörvényről. Szintén az országgyűlés előtt van a területrendezési törvény. Ez egy nagy jelentőségű törvényjavaslat, az utolsó egyeztetés és egy nagy terjedelmi törvényjavaslat is. Az utolsó egyeztetések folynak a törvényjavaslat kapcsán. Örülnénk, hogyha jövő héten rendes eljárásban, hiszen az országgyűlés és a bizottságok szükséges vitákat lefolytatták, illetve lefolytatják, annak örülnénk, hogyha dönthetnénk, ha az országgyűlés szavazhatna a területrendezési törvényről. Egy komoly, átfogó szakmai szabályozásról van szó, azt reméljük, hogy akár még ellenzéki szavazat, támogató szavazatokra is számíthatunk. Egyelőre nem 100%-ig biztos, hogy tudunk róla dönteni, de hogyha az a néhány vitás kérdés, ami még a kormányon belül a tekintetben fennáll, rendezhető a következő napokban, ezek már csak részletkérdések, akkor a jövő héten az országgyűlés a területrendezési törvényt is elfogadhatja. A hadigondozottak ellátásával kapcsolatosan szintén a jövő heti ülésen az országgyűlésnek kellene dönteni. Azt javasoljuk, hogy ez az ellátás 8500 forintról 1500 forinttal 10000 forintra emelkedjen. Ez körülbelül 70000 embert érint. A jövő heti ülésen a jegybank pénzügyi felügyeleti hatáskörével kapcsolatosan is szükséges törvényt módosítanunk. A helyzet ugyanis az, hogy a kúria több döntésében a pénzügyi szervezetek feletti felügyeleti jogot gyakorló jegybanki alelnök kiadmányozási jogát, azt nem érdemi döntési jogként értelmezte. Miután itt 17000 határozatról van szó az elmúlt 4-5 évben, ezért itt olyan ex lex állapot jöhetne létre, olyan jogilag szabályozatlan helyzet állhatna elő, hogy szükséges törvényben rendezni ezt a helyzetet. Az igazságügyi minisztérium ezzel kapcsolatos előterjesztése elkészült, a frakciók ezt támogatják. Úgy gondoljuk, hogy a teljes pénzügyi szektornak érdeke az, hogy e tekintetben a stabilitás biztosított legyen. Villamos energiatörvény módosítására fog még sor kerülni. Itt is azt reméljük, hogy a javaslat szakmaiságát és a környezetvédelmi jellegét tekintve a kormánypártokon túl is lesznek támogatói ennek a javaslatnak. Azt is szeretnénk, hogyha ezt házszabálytól eltéréssel tudná az országgyűlés elfogadni. Gyakorlatilag ez a napelemeknek a központi hálózathoz kötését jelenti. Hogyha ez megvalósul, akkor ez nyilván nagy segítséget jelent a napelem használatban, és lehetővé teszi azt, hogy ha valaki napelemmel több villamos energiát termel, mint amennyit felhasznál, akkor ez a központi hálózat részére kerüljön értékesítésre. Szintén foglalkozott a frakció a nemzeti kisebbségi védelmi kezdeményezéssel, ugye ez a leánykor nevén Minority Safe Pack. Ez az Európai Unión belüli Brüsszelt a nemzeti kisebbségek jogainak elismerésére rákényszeríteni igyekvő kezdeményezés fontos. A frakció szeretné, hogyha az 1 millió aláírás, amelyet az Európai Unió legalább 7 országában kell összegyűjteni, az április 3-áig összejöhetne. Ezért mindenki, a frakció valamennyi tagja aláírta ezt a kezdeményezést. Kérjük az egyházak segítségét a gyűjtésben, örülünk annak, hogy a postánál ezeket az íveket mindenki aláírhatja, és szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a Máért zárónyilatkozatában valamennyi párt javaslat nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésnek a támogatására szólított fel. Tehát egy pártok felett álló nemzeti ügyről van szó, azt szeretnénk kérni, hogy a többi párt országgyűlési képviselője is írja alá, illetve most a következő hónapokban a választópolgárokkal való találkozás a kampányban arra is lehetőséget ad, hogy a pártügyek és a politikai viták mellett egy nemzeti ügyben egységesen tudjunk fellépni, annak érdekében, hogy a szükséges aláírás szám összejöhessen, és április 3-áig több mint 1 millió ember támogassa ezt a kezdeményezést. Ha
nem felejtettem ki semmit, akkor nagyjából ez az, amire a jövő heti parlamenti ülésnapon számítani kell. Ha vannak kérdések, akkor igyekszünk válaszolni valamit. Értem, Szivárzsonyk, az RTL híradótól először a témában lenne néhány kérdésem, hogy a Stopsorosnak nevezett törvénycsomag három részből áll. Ebből az első rész a nemzetbiztonsági átvilágítás és a belügyminiszteri engedélyeztetés az, ami kétharmadot igényel. Amennyiben ehhez nincs meg a szükséges támogatás, a másik két részét megszavazhatja az országgyűlés, vagy ezt egységes csomagként kell értelmezni? Egységes csomagként kezeljük a javaslatot, már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a három rész egységesen biztosít teljes körű védelmet a bevándorlással szemben. Ezért úgy gondoljuk, hogy politikailag is az a korrekt, hogy ebben az ügyben mindenki mondott már mindent. Van egy nemzetközi nyomás is. A Jobbik nem szavazta meg a bevándorlás ellenes alkotmánymódosítást, az összes többi párt prominens képviselői a kerítés felépítésének feleslegességéről, vagy lebontásának szükségességéről beszéltek és beszélnek ma is. Tiszta viszonyokat érdemes teremteni, demokratikus megoldással, ez pedig az, hogyha azt mondjuk, hogy ez is a választások tétje. A részletekről lehet egyeztetni, most is, később is, de a céljaink világosak és egyértelműek. A szavazás előtt lesz még idő kezdeményeznek egy több párti egyeztetést, hogy valahogy összeszedjék a két harmados támogatást. Parlamenti vita lesz róla. Tehát külön-külön. Ugye a helyzet az az, hogy miután kétharmados jogszabályról van szó, ezért kivételes eljárásban nem is tárgyalható. A házszabálytól eltéréshez szükséges 80%-ot nyilván nem tudjuk megkapni, mert ehhez még a Jobbik támogatása sem lenne elegendő. Most innentől kezdve vagy több hetes ülésezést kell tartani a kampányban, vagy pedig azt tudnánk még tenni, hogy a házszabálytól eltérünk, de ehhez pedig a szükséges többség ugye nem áll rendelkezésre. Most innentől kezdve úgy gondoljuk, hogy már csak azért is, mert a választások eredményeképpen megalakuló országgyűlésben a mai ellenzéknek többsége van, akkor teljesen mindegy, hogy most mit fogadunk el, mert úgyis hatályon kívül helyezik. Az a tiszta, hogy ha a választási kampányban mindenki elmondja, hogy mi a véleménye a törvényjavaslattal kapcsolatosan, és utána ez április 8-át követően, amikor az országgyűlés összeül, akkor mindenki számára kalkulálható lesz, és az országgyűlés akkor tud dönteni a javaslatról. Kitért a nemzetközi nyomásra, részben ezt ki is fejtette. Én arra kérném, hogy Nils Muzsnyák szavaira is reagáljon egy kicsit bővebben. Mi szól ahhoz, hogy az emberi jogi főbiztos azt mondta, hogy nem egyeztethető össze ez a törvénycsomag a nemzetközi emberi jogokkal, és arra szólítja fel a hatóságokat, hogy teremtsenek támogató környezetet az emberi jogi szervezeteknek. Szívesen, mint tudom, érvekkel is, de azért a korrektség megkívánja, hogy az illető úrról mondjuk el, hogy ő korábban a Soros Alapítvány litván programirodájának volt a vezetője. Most jár le márciusban a megbízatása, vélhetően vannak még állásajánlatai, tehát ilyen szempontból az ő állásfoglalását az előéletére és a most következő aktivitására tekintettel kell kezelni. Az említett úr az elmúlt 6 évben megbízatása alatt a magyar kormánypolitika bevándorlással kapcsolatos valamennyi lényegi döntését ellenezte, és arról elmarasztalólag nyilatkozott. Ő azok közé tartozik, aki a bevándorlást pártolja, úgy gondolja, hogy Európának erre szüksége van, mi pedig ezzel teljes egészében szemben állunk. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Soros György korábbi alkalmazottja nyilatkozik ebben az ügyben, hanem minden eddigi nyilatkozata az elmúlt években az bevándorlás párti volt, ezért nem lepődtünk meg ezen a nyilatkozaton. Más témában lenne egy kérdés. Parancsoljon. Nemrég volt egy óvodában egy átadó ünnepség, egy energetikai korszerűsítés átadó ünnepsége. Itt a honvédelmi miniszter Simicska István beszédet mondott, és az általa posztolt fotókon látszik, hogy óvodások mennyire lelkesen hallgatják ezt a beszédet. Önök szerint egy energetikai korszerűsítésről szóló átadó beszéd mennyire érdekel óvodásokat? Azt tudom mondani, hogy fogalmilag iskolában és óvodában választási kampányt nem lehet folytatni, hiszen akik ott vannak, a gyerekekre gondolok, nekik választójoguk nincsen. Egy választókerület képviselője, és itt ugye, ha jól értem, akkor Simicska miniszter úr nem miniszterként, hanem kerületországgyűlés képviselőjeként volt jelen. Nyilvánvaló, hogy örül a saját választókerületében megvalósuló fejlesztéseknek, és eddig is az volt pártokra való tekintet nélkül a gyakorlat, hogy az ilyen fejlesztések átadásakor a választókerület képviselői megjelennek. Remélem, hogy Simicska miniszter úr szavait a fiatalok is értették. De akkor jól értelmezem, hogy ennek az a
nem szerencsés ilyen politikai beszédeket, eseményeket, óvodások, iskolásokat tudnak tartani? Nem, nekem az a véleményem, hogy van egy világos jogszabályi korlát, ez a képmás felismerhetőségét jelenti, tehát gyerekekkel ilyen jellegű szerepléseken akkor lehet csak mutatkozni, hogyha az ő, illetve a szüleik hozzájárulása az megvan. Ha azonban a gyerekek képen nem beazonosíthatóak, akkor az, hogy valaki egy egyébként fontos fejlesztés átadásáról egyéni választókerületi képviselőként nyilatkozik, elmegy az átadásra, és ott mond néhány mondatot, én ezt nem tartom a magyar demokráciára a leselkedő legsúlyosabb veszélyek közé tartozónak. Egyébként egy civil szervezet, a Hintalomban alapítvány indított egy kampányt, hogy önmérsékletre biztassa a politikusokat az ehhez hasonló események kapcsán, hogy a gyerekek maradjanak ki ebből az egészből, illetve az ellentés teljesen elhatárolódott attól, hogy óvodákban, iskolákban kampányoljanak a Fidesz, nem tervez esetleg valamilyen. Még egyszer szeretném azt megismételni, hogy fogalmilag kizárt ott kampányolni, ahol nincs választójoga a jelenlévőknek, mert pedig óvodásoknak és iskolásoknak nincsen választójoga. Én általános sem egyetértek azzal, hogy a választási kampányban az önmérséklet fontos. Nem látom egyelőre ennek jelét az ellenzékpártok részéről, de ez legyen egy közös platform, önmérséklet a választási kampányban az egy fontos erény. Megengedd két megjegyzést a kérdésekkel kapcsolatban, már csak azért is, mert Simicsko István KDNP-s képviselő. Én úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a politikai kampányban elhangzó beszéd és egy intézmény fejlesztése kapcsán átadás között. Az utóbbinál nem probléma az, hogyha gyermekek hallják, hiszen azt hallják, hogy most már az óvodának a működése jobb lesz, mert jobban zárnak az ablakok, vagy bármi más, tehát ebben nem látok problémát. A másik kérdés az emberi jogok értelmezése. Le kell szögeznünk, hogy az emberi méltóságból adódó emberi jogok hívei vagyunk, és ez a motiváció, hogy mi az emberi méltóságot fontosnak tartjuk, az az emberi jogi megítélések szempontjából is egy megalapozott és erős motivum. De az is tény, hogy különbség van az emberi jogok megítélésében és magyarázatában a két oldal között. Ez nyilvánvaló. És nem biztos, hogy az a megoldás és az az értelmezés, amiről szó volt, az megfelel annak az értelmezésnek, amit mi is értelmezésem szerint hitelesen vallunk. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a személytől és elkötelezettségétől függetlenül emberi jogi értelmezési problémák is vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megállt a magyar idő. Két kérdésem lenne a frakció kijelöltjével kapcsolatban. Említett, hogy a területrendezési törvényről is dönthet a parlament. Ennek része a 65 méteres magasságkorlátozás bevezetése? Igen. Értem. Másik kérdés pedig a Minority Safe Pack kapcsán említett, hogy április 3-áig szeretnének minél több aláírást összegyűjteni. Van-e bármiféle kitűzött cél, hogy Magyarország mennyivel járnél hozzá az 1 millió? Azt szeretnénk, hogyha olyan mértékben tudnánk hozzájárulni, hogy ez 1 millió aláírás összejöjjön. Tehát igazából a kezdeményezés sikere az, ami az ország számára fontos. Ráadásul kicsit furcsán is érezzük magunkat, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nemzeti ügy. Ezt alátámasztotta azt, hogy valamennyi párt a Máérton ennek megfelelően nyilatkozott, és a Máért záró dokumentumában a kezdeményezés támogatására vonatkozóan kötelezettséget is vállalt. Ehhez képest úgy érezzük, hogy itt egyedül küzdünk és gyűjtöttünk már több tízzer aláírást össze. Arra szeretnénk kérni az ellenzéki képviselőket, pártelnököket, frakcióvezetőket, hogy írják alá a kezdeményezést, mert ez nyilván a saját szavazóik felé is egy üzenet, és azt szeretnénk, hogy ez egy közös siker lenne. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ez a kormánypártok sikere, hogyha összejön, ugyanígy nem is a mi kudarcunk, egész egyszerűen az, hogy a nemzetiségek jogaival Brüsszel is foglalkozzon, még ha nincs is sok illúziónk azzal kapcsolatosan, hogy ennek a foglalkozásnak mi lehet majd az eredménye, de hogy ez témaként az Európai Parlamentben, uniós intézményeknél felmerüljön, ezt fontosnak, nemzeti érdeknek tartjuk, ezért azt szeretnénk, hogyha ez az egymilliós szám ez összejönne. Pillanatnyilag 6-700 000 körül van az összes országban összegyűjtött aláírások száma, tehát még nagyjából 350 000-400 000 aláírásra lenne szükség április 3-áig.
Bocsásson meg, egy mondattal kiegészíteném. Fontos a politikailag elkötelezett szervezetek és személyek aktivitása, de ez egy olyan kérdés, amiben a valódi civil szervezetek együttműködésére is szükség lenne. Kampánya kapcsolatban lenni két kérdésem. Az elmúlt egy-két napban megjelentek olyan hírek, hogy csak Fidesz plakátok lesznek. Ön szerint is csak Fidesz plakátok lesznek az országban, vagy lesz másnak is esélye plakátolni? Mindig az ezzel kapcsolatos állításokat mosolyogva hallgatom, különösen amikor Simicska Lajos médiájában hangzanak el ezek, hiszen a helyzet az, hogy ma a magyar plakátpiac mintegy 40%-ának Simicska Lajos cégei, a tulajdonosai. Ha jól tudom, akkor ők azok, akik semmelyik másik pártnak plakátfelületet nem biztosítanak, csak és kizárólag a Jobbiknak, míg a többi Magyarországon jelenlévő jelentős plakáthelyen rendelkező cég valamennyi párt számára felajánlotta a plakát igénybevétel lehetőségét. És egyetlen kérdés, a kapcsolatban Ruth Berton, az MSZP-s módon azt állítja, hogy a kormány 70 ezer forintot húzott ki a rezsicsökkentés címén az emberek zsebéből. Ennyivel lehet ez a még olcsóban adni, ő nem is részletezve, hogy ez a gázba vonatkozott elektromos áramra. Mi a vélemény erről, hogy most kevesebb? Csak a tegnapi válaszomat tudom elismételni, hogy a kampányban szükséges önmérsékletnek az is része, hogy teljesen arcátlan nyilatkozatok ne hangozzanak el. 8 évig volt 2002 és 2010 között az MSZP kormányon, ez alatt a villamosenergia árát kétszeresére, a gázárát háromszorosára emelték. Mi pedig az elmúlt 8 évben 25%-kal csökkentettük a gázárakat. Ezek után, hogy a Magyar Szocialista Párt e tekintetben, ezen a területen, ebben a témában bármilyen vádat megmerjen fogalmazni velünk szemben, ez az arcátlanság kategóriába tartozik. Köszönöm. Parancsolj. Márkin Gyulá TV iradó. A tegnapi frakciódéssel kapcsolatban egy kérdés, hogy Orbán Viktor beszédet mondott, ez ugye zárt körül volt, de mint ahogy ilyenkor szabadon mindig szivárog, vagy egyesek küldidélik miatt. Sok olyan hallottunk vissza, hogy mondjuk 2,2 millió szavazóban már biztosan meg lesz a többség a Fidesznek, a kétharmad nem feltétlenül cél, hamarik az MSZP kieskedt plusz 3 helyet jelentlen a Fidesz számára, illetve Soros Györgynél első hangzott a rendi beszédben, mit tudhatom, hogy mégis erről beszélő hivatalos? Miután zárt volt a frakció, és ezért semmi. Tehát akkor nem is kommentálják a kiszivárgott információt. Nem érzem feladatom már. Köszönöm. Másik kérdés. Elkezdődött az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja a mai nappal. Látszik, hogy nem közeledtek az álláspontok. Folynak egyeztetések, mit szivárgott a Fidesz? Várható-e átadó? Először is a legfontosabb, hogy az önkormányzati dolgozók béremelése nem csak az állami normatíván múlik, azon is, de az önkormányzatoknak bérkiegészítést ma is van lehetőségük a törvényi keretek között adni. Ezt nagyon sok önkormányzat meg is teszi. Ennek a legékesebb bizonyítéka, hogy a legutóbbi sztrájkjához az MKKS-nek az önkormányzati dolgozók 92%-a nem csatlakozott. Ugyanazt mondom, amit januárban is mondtam ezzel kapcsolatosan. Természetesen, mikor az országban gazdasági növekedés van, és általános béremelkedés van, akkor minden bérigényről érdemes higgadtan és nyugodtan tárgyalni. De aki sztrájkot a választási kampányra időzít, az számoljon azzal, hogy ez a pártpolitikai szintére jelenik meg, és pártpolitikai követelésnek is tűnik. Mi ezt egyébként egy szakszervezet részéről, egy dolgozói érdekképviselet részéről kifejezetten káros magatartásnak tartjuk. A kormány eddig is elkötelezett volt, és azután is az marad a közféra béremelései tekintetében. Reméljük, hogy megegyezésre tudunk jutni, de nem biztos, hogy a választási kampány 50 napjára kell az ilyen jellegű sztrájkokat időzíteni, vagy még egyszer mondom, akkor ez egy pártpolitikai alapállásnak és egy pártpolitikai szerepvállásnak minősül. És ez is megjelent tegnap olyan időkben, hogy Orbán miniszterelnök arról beszélt a frakciülésen, hogy külföldi politikai gazdasági érdekcsoportok azt lehet, hogy gyarulhatunk, hogy kormány legyen Magyarországon, hogy lehet tudni, hogy mire gondolt a miniszterelnök. Bocsánat, lehet tudni, hogy? Nem értettem a végét a kérdésnek. Mire gondolt a miniszterelnök? Nem lehet tudni, hogy a miniszternek egy zárt frakció sem mit mondott, ezért ha bármilyen kérdésben az én véleményem számít, azt szívesen elmondom.
de az, hogy a miniszterelnök zárt frakciúlésen miről beszélt és miről nem, ezt továbbra sem kommentálnám. Természetesen a újságírói találgatásokat maximálisan megértem. Én is találgatnék, hogyha másik oldalon lennék. Az sem vitás, a miniszterelnök a nyilvánosság előtt is sokszor beszélt arról, hogy az ország szuverenitása az komoly érték. Az is látszik, hogy az elmúlt 8 év kormányzati célkitűzései között szerepelt az, hogy a bankrendszerben, a médiumokban, általánosságban a közbeszerzéseken a magyar tulajdon és a magyar cégek ereje megnövekedjen, képviseletük megerősödjen. Tehát szerintem az világos, hogy mi minden tekintetben a nemzeti szuverenitást kulcsfontosságú kérdésnek tartjuk, és ez nem csupán egy elvont alkotmányjogi értelemben van így, hanem mondjuk a gazdasági függetlenség terén is. Nekem is ez a véleményem. Milyen kampányra számít a Fidesz? Durva kampányra, mert ha jól olvastam a kiszivárogtatásokat, akkor még az is elhangzott, hogy a reménytelenség gyűlöletet szül. Ezt nem tudom, hogy elhangzott-e, de ez egy jó mondat. Tehát valóban azt látjuk az ellenzék megnyilatkozásai esetén, hogy a reménytelenség gyűlöletet szül. Azt látjuk, hogy az a helyzet, hogy saját magukat 8 év ellenzéki vét után is gyengének érzik, az durvább állítások megfogalmazására ragadtatja őket. Hermann Gábor vagyok a Hír TV-t, lenne témában is, meg témán kívül is kérdés. A témában az lenne, hogy a stoksoros törvénytervezetnek, az egyik törvénynek az elején ott van migrációt támogató szervezetekre vonatkozik a törvény, és meghatározza, hogy kik a migrációt támogató szervezetek. És talán egy másik paragrafusban, nem tudom már pontosan, hogy hol, azt írja, hogy aki humanitárius segítséget nyújt, az nem számít migrációt támogató szervezetnek. Mondjuk, hogyha valaki bajban lévő embereknek segít a menekült kérelem elintézésében, bíróságon, az ennek számít? Hát a bajban lévő ember alatt mit értünk? Mert a... Majd elmondom. Igen. Hogy én mit értek alatta. Igen, parancsol. Mondjuk beadta a menekült kérelmét, a hatóság ezt elutasította, és szeretne bíróságon felülvizsgálatot kérni. Ebben az esetben ő egy ügyvédhez fordul, aki majd képvisel a bíróság előtt. És hogyha ez az ügyvéd amúgy egy civil szervezetnél dolgozik? Ha a civil szervezet, attól függ, a konkrét esetet kell mindig megítélni, hogyha a civil szervezet a migráció szervezésével, támogatásával foglalkozik, és erre kap anyagi forrásokat, akkor a civil szervezet törvény hatája alá esik. A karitatív tevékenység az nyilván nem a jogorvoslati lehetőség kimerítésében való közreműködés, a karitatív tevékenység alatt mondjuk a Vörös Keresztnek a tevékenységet kell érteni. Tehát, hogyha mondjuk valaki segít neki megírni a kérelmet, vagy stb., akkor ettől a törvény hatája alá fog esni? Nem, mert nem szervezet fogja megírni, hanem egy ügyvéd. Hogyha az ügyvédeket valaki e tekintetben támogatja, mondjuk a finanszírozási hátteret biztosítja, az szerintem a törvény hatája alá eső tevékenység. Hadd egészítsem ki valamivel. Az a karitatív segítség, amit gyakorlatilag a karitatív tanács szervezetei nyújtanak, Vörös Kereszt, Magyar Karitász és a többi, az a kormányzattól támogatást kapott 50-50 millió forint értékben egy ilyen akcióban. Ők voltak azok, akik konkrét, karitatív, emberiességi segítséget nyújtottak. Nyilván a törvény ilyen szervezetekre gondol. De hogyha meg, hogy bajban lévő emberekről beszélünk, vagy honnan lenne pénze, amúgy nem tud ügyvédhez fordulni, mert azt nem tudja kifizetni, hogyha van egy szervezet, amely ingyenesen jogszolgálatot nyújt, az erős lenne ilyen karitatív tevékenységnek venni? A következő helyzet az, hogy ki mit tud fizetni és mit nem tud fizetni, az azért nehéz kérdés, mert a magyar határa érkező embereknek a jelentős része a vagyonának egy részét, miután pénzét a emberkereskedőknek fizeti ki. Tehát, hogy kinek mennyi pénze van és milyen mértékben szervezett egyáltalán az a bevándorlás, amit az elmúlt években láthattunk, ezzel kapcsolatosan számtalan írás és tényfeltáró cikk született. Tehát az ideérkező emberek anyagi helyzete az felettébb változó. A jogorvoslati lehetőséggel élhetnek, hogyha van ügyvédkényszer, akkor természetesen az állam az ügyvédet eddig is, meg ezután is biztosítja. Az, hogyha ő ezen a körön kívül szeretne olyan ügyvédet választani, akit mondjuk valamelyik Soros György által támogatott szervezet fizet, ott sem az ügyvédet kell e tekintetben korlátozni, vagy nem ő fog a törvény hatája alá esni, de az a szervezet, ami mondjuk ezzel foglalkozik, és a jogorvoslati lehetőség kimerítésével például lehetővé akarja tenni már a döntést megelőzően az ország területével a beutazást, ugye ez volt
volt a gyakorlat már 2013. január 1-től, amikor az Európai Unió kiiktatta a korábbi idegenrendészeti őrizetet, gyakorlatilag megszüntette ezt, az például egy olyan tevékenység, ami nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a bevándorlás az ilyen tömegessé vált. Semmi Zsolt korábban azt mondta, hogy 5-6 ezer bűnöző is megkaphatta a magyar állampolgárságot, ez nem olyan nagy és komoly ár. Egyrészt ezzel egyetértenek el, hogy ez tényleg nem olyan nagy és komoly ár. Másik pedig, hogyha tudnak róla és a kormányzat tud erről a problémáról, akkor mit tettek ellene, vagy mit tesznek ellene, hogy ez megszűnjön? Gondolom, hogy a nemzetpolitika rendkívül komoly sikere, hogy a 2010-es állampolgársági törvény módosítás óta mintegy 1 millió ember kapta meg a magyar állampolgárságot. Ha az állampolgársági törvényt valaki elolvassa, akkor ott világosan benne vannak, hogy melyek a kizárók az állampolgárság megszerzésénél. Hogyha a magyar szervek ezt fel tudják tárni, akkor például a nemzetbiztonsági érdek, vagy pedig a korábbi büntetett előélet, az kizárók az állampolgárság megszerzések. De nem tudták a magyar szervet kizárni. Bizonyára sok esetben kizárták, és előfordulhat, hogy volt néhány alkalom, amikor nem. Most ha a kérdés úgy merül föl, hogy ez oké arra, hogy a kettős állampolgárságot, vagy az elegendő ok lett volna arra, hogy a kettős állampolgársággal kapcsolatban más döntést hozzunk, akkor teljesen egyetértek miniszterelnök helyettes úrral, nyilván nem. Tehát a nemzetpolitikának ez egy olyan mértékű sikere, hogy 1 millió embert újra közjogi kötelék fűzhet Magyarországhoz, ami szerintem a rendszerváltozás óta gyakorlatilag a legnagyobb nemzetpolitikai siker. És hogyha a kérdés úgy merül föl, hogy mit tesznek az ellen, hogy ez a jövőben nem merüljön föl, mint probléma? Vannak Magyarországon nemzetbiztonsági és belügyi szervek és szolgálatok. Az ő feladatuk az, hogy kiszűrjék az ilyen jellegű veszélyeket. A törvény erre feljogosítja őket.